Sziasztok! Csodás napot mindenkinek! Megnézzük, mi a mai tanács. Megint megkevertem a kártyákat, három lapot húzunk a taróból, és kiderül, hogy mi a mai tanács. Ó, botok 10-es, botok 7-es, botok királya. Wow! Ez mind a három botok, 10-es, harcias, bele mindent. De azért annyira nem jó. Bár igaz az a tanács, hogy a botok 10-es, akkor azt jelenti, hogy hagyjuk már abba ezt a tehercipelést, a mások terhét cipelését. Fogjuk és dobjuk ki, és ne védekezzünk. Jönnek ugyanott azok a botok, na de honnan? Ki? Hát egy szikla tetején állunk. Nem érnek fel hozzánk. Lehet, hogy ezek is csak ilyen képzelt támadások. Megnézzük. Megnézzük, mit mutatnak a magyarázó lapok. Lássuk először a botok 10-esre. A botok királya persze az egyértelmű, bocsánat, arról nem szóltam. De a botok királya az, aki azt mondja, hogy álljál már be bele abba a benned lévő tűzbe, szenvedélybe, tenni akarásba, és csináld végre azt, ami a te dolgod. Szóval nézzük itt a botok 10-es. Jól sejtem-e, hogy azt jelenti, hogy dobjuk a fenébe a mások terhét, meg a sajátunkat is persze. A könyv és a hegy. Igen. Erről van szó. Tehát, hogy meg vannak írva ezek a terhek, ezek a akadályok, de ne fordítsunk rá több figyelmet, mint amennyi muszáj. Tehát nem kell. Vannak akadályok mindig az életben. Lépjünk túl rajta. És lássuk a botok 7-est. A hold és a virágcsokor. Tessék. Tehát ha képesek vagyunk lerakni, félretenni a bennünk lévő tehercipelő ént, akkor olyan rejtett jó dolgok várnak, amit el sem tudunk pillanatnyira képzelni, mert hogy védekezünk, állandóan védekezünk, és azt sem engedjük be, ami jöhetne. Mert félnek tőlünk. Mert azt sugározzuk kifelé, hogy hagyjatok már engem békén. A botok 7-es ezt is jelentheti. Miközben ott vannak a rejtett, még nem látható, titkos, nagyon jó dolgok. Erre mi mit csinálunk? Elűzzük magunktól. Ne. Szerintem már ebben a két lapban ez a tanács. Na, lássuk a botok királyát, a koporsó és a gyűrű. Hoha! Hát a botok királya jelentheti a koporsó és a gyűrűvel azt is, hogy ha képesek vagyunk beleállni ebbe a tüzes, szenvedélyes, mindent is el tud intéző valakibe, akkor képesek leszünk arra is, hogy lezárjuk végre egy olyan kapcsolatot, ami már nem jó nekünk. Nem jó. Ezért le kell zárni. Vagy legalábbis úgy nem jó, ahogyan most van. Nem biztos, hogy azt jelenti, hogy az egészet dobjuk a kukába, de valami, ha már megszűnt a védekezésünk, ha már megszűnt a mások terhének a cipelése, akkor ez egy már önmagában véve egy teljes átalakulást jelent, és akkor megszűnik az a terhes kapcsolat is, ami akadályozott bennünket abban, hogy megéljük a saját királyságunkat.
Nagyon jó, nagyon tetszik. Szuper jó lapok ezek ma is. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm, ha megnézitek, és csodás napot kívánok nektek. Sziasztok!